A labda mögött Prosser a 47. percben laposan lövésre, és egyenlít a Diós Győr. Bejött a szöglet variáció. Márkvárt góljával a DVTK megszerzi tehát az egyenlítő gólt. Laposan bepasszolt szögletre, amolyan kispályás módon érkezik Márkvárt. És egyenlít rögtön a második félidő elején. Nézzük meg még egyszer, mert mintha megpattant volna a lövése még valakin. Igen, ott középen. El is kezdett ünnepelni Ivanovszky is, mert hogy rajta változtatott irányt a lövés talán. Ez csapta be Nagy Sándort.